segítik a tehetséges Szent Anaisokat. Születés Ovigaléria a Táncsiskörú 19-ben. Népszerű az arborétum. A levegő minőség javítása konferencia. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják. A Szent Annai Sámuel középiskolában fontos a tehetséggondozás. Kolostyákné Plejsovszky Zsuzsanna tanárnő diákjai sorra ott vannak a természettudományos országos megmérettetéseken a legjobbak között. Most a Szegedi Egyetem kezdeményezésére egy 8-10 előadásból álló tehetséggondozó program indult, melyen 5 Szent Annais diák is részt vehet. Elmúlt tanévben a Szegedi Egyetem kezdeményezésére egy országos tehetségkutató program indult útjára, és ebbe kapcsolódnak be a mi diákjaink is. Nagyon érdekes és jónak mutatkozik a program, ugyanis 8-10 alkalommal lehetőség nyílik a gyerekeknek egyetemi tanárokkal találkozni, az előadásaikat meghallgatni, interaktív feladatokat is kapnak, és laborgyakorlatokon is részt vehetnek. Országosan 12 területi központ lett erre kialakítva, mi a Debreceni központhoz tartozunk. Úgy tűnik, hogy 5 diákunk fog részt venni ebben a programban. A jelentkezések folyamatban vannak, az első foglalkozás október 16-án lesz Debrecenben, és nagyon jó lehetőség, hogy egyetemi tanárokon kívül kutatókkal is találkozhatnak, mégpedig Nobel-díjas kutatókkal. Decemberben lesz lehetőségük erre a gyerekeknek egy 3 napos konferencia keretén belül. A diákok jeles egyetemi előadókkal, kutatókkal találkozhatnak, előadásokat hallgatnak, feladatokat oldanak meg, és laborgyakorlaton is részt vehetnek. Utóbbi tekintetben a Karcagi Iskola a Debreceni Központi Laborhoz tartozik. Ez nem titkolt célja a programnak, hogy a tehetséges gyermekek kiválasztása és gondozása lehetőséget majd biztosít a továbbtanulásukhoz is, illetve a kutatási tevékenységbe való bekapcsolódásra. Ő tulajdonképpen ilyen kis tudós palántáknak az előkészítése folyik a programon belül. Decemberben pedig Nobel-díjas kutatókkal is találkozhatnak majd a programban résztvevő diákok, akik a program végén kutatásaik során is hasznosítani tudják majd a tanultakat. Szüretelnek, énekelnek, láttál-e már ennél szebbet? Ez volt a mottója a Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsiskörút 19 számú óvoda szüreti mulatságának. A szüreti mulatságon megjelent szülőkkel vendégeket a Suni nagycsoportos óvodások szüreti műsorral köszöntötték. Ebben az évben is megrendezésre került a hagyományos szüreti mulatságunk, amely azon kívül, hogy felelevenítjük a régi hagyományokat, szüreti hagyományokat, befogadjuk az újonnan érkezett kis csoportos gyermekeinket is, köszöntjük őket egy kis nyaklánccal, illetve a kis megtanult mondókájukkal, versükkel tudják kiváltani a csőzbácsitól a gyümölcsös kosarukat, illetve emellett a szülők, minden meghívott vendégünk pedig megtekinthette a óvodagalériánkban kiállított tárgyakat. Ezen a napon a 2 kis csoportos óvodai csoport is bemutatkozott, az egyikben 26, a másikban 25 kisgyermek kezdte meg szeptemberben az óvodát. 51 kis csoportos gyermekünk érkezett ebben az évben, az egyik kis csoportunk 26, a másik pedig 25 fővel kezdte meg szeptember 1-én az óvodai életét. Vannak gyerekek, akik nagyon könnyedén vették az akadályt, akik bölcsődéből érkeznek, ők nekik sokkal könnyebb megszokni az óvodai életet, de változó az is, hogyha otthonról érkezett gyermekek milyen könnyen választhatók le édesanyjukról, illetve milyen könnyen lehet megbeszokatni őket az óvodai életben. Már most elmondhatom, hogy azért a gyermekek többsége örömmel, mosolyogva érkezik óvodánkba. A mi programunk, amivel dolgozik az óvodánk, az óvodai nevelés művészetek eszközeivel, program adaptációjával, mely Nagy Jenőné Incikének a kidolgozott óvodai programja. A mi programunk előírja, illetve megfogalmazza azt, hogy amikor az időjárás engedi, akkor minél több időt töltsünk kint a gyerekekkel a szabadban, és ismertessük meg vele a természet kincseit, szépségeit, hogy csodálkozzanak rá, és hogy gyűjtsenek be minél több olyan termést, a természet által eldobott dolgokat, amiből idebent aztán kézműveskedhetnek, készíthetnek játékot, vagy éppen dekorációt. Minden csoportunknak van egy madáretetője,
kinn az udvaron egy kis udvarrész elkerítve, amiért minden csoport maga a területért felelős, és ott ő gondoskodik ott itt telelő madarakról, illetve amikor majd visszajönnek tavasszal a madarak, akkor itt fognak, reméljük, hogy költeni. A szüreti műsor után csoportonként egy hagyományos szüreti játékot mutattak be szüleiknek a gyerekek, azaz a gyümölcsök kiválását a csősztől. A délután során volt még ügyességi játék, kézműves tevékenység, és a napot a szülők támogatásának köszönhetően eszemiszom komázással zárták. Egyre több iskolás, óvodás csoport vagy család keresi fel a Karcagi Kutatóintézet arborétumát. Az őszi színekben pompázó különleges fákról és területről dr. Zsámbeli József igazgatóval beszélgettünk. A speciális mikroklímának köszönhetően olyan egzotikus fafajok is megtalálhatóak, amelyek máshol a városban nem. Sok fenyőféle van például az arborétumban, és van egy észak-amerikai fekete diófa, valamint a japán császártölgy, amelyből egyetlen egy példány van Magyarországon, és az is itt található. Igen, ez most a őszi táj jellegzetes színeit kezdi felölteni a mi arborétumunk is. Talán még színesebb is, a szó szoros és átvitt értelmében is, hiszen köszönhetően a speciális mikroklímának, ami jellemző a mi arborétumunkra, olyan egzóták is, olyan egzotikus fafajok is megtalálhatók, amelyek nyilván itt Karcagon máshol nem, és lehet, hogy a színek is egy kicsit egzotikusabbak. Több fenyőféle is van az arborétumunkban, amelyek egyébként nem bírnák ki ezeket a száraz, aszályos nyarakat, hideg teleket, de van olyan egzotikus fafajunk például, mint az észak-amerikai fekete dió, vagy van egy olyan fánk itt, amely egyetlen egy példány van egész Magyarországon, ez a japán császártölgy. Ő még egyébként zöldlevelekkel rendelkezik, de van egy jellegzetessége. Nyáron mindenki sajnálja ezt a szegény császártölgyet, mert sok száraz levél van rajta, de nem tudják, hogy van egy ilyen jellegzetessége ennek a fának, hogy az elmúlt évi leveleit így ősszel nem dobja el. Érdekes módon a levelek nagyon ragaszkodnak a levélnyél az ágakhoz, és nem esnek le. És mindenki azt hiszi, hogy beteg a fa, holott csak a tavalyi elszállott levelek vannak még fönn a fán. Igen, komoly erő kell akár ahhoz is, hogy letépjük ezeket. De van például olyan növényeink is megtaláltak, amelyek egyébként Magyarországon honosak, de inkább hegyi a klímát kedvelik, de kedvezően ennek a mikroklímának gyönyörűen megélnek itt. A kedvező mikroklímának köszönhetően több olyan fafaj is van, amely elsősorban a hegyekben található. Megmértük, télen akár 3-4 fokkal is melegebb van itt, mint a környező, tehát ahol például a meteorológiai állomás található, mint a környező területeken, tehát olyan városias klíma van, holott ugye már mi a város szélén találhatók vagyunk, illetve nyáron 2-3 fokkal hűvösebb van, köszönhetően ennek a speciális mikroklímának. Az intézet 70 éves, így vélhetően akkoriak a legidősebb fák az arborétumban. A legidősebb fák 70 évesek. Amikor az intézetet megalapították, akkor a kutatóknak feladatuk volt, amikor külföldön járnak, akkor szerezzenek be magoncokat, magokat, és hozzák el ide. Ez azt kellett, amit előbb említettem, olyan speciális a mikroklíma, hogy először egy erdősávot telepítettek a belső területünk, amely kb. 3 hektár a köré, és ez biztosította azt a mikroklímát, hogy már megmaradtak az egzotikus fafajok is. Tehát 40, 50, 60, 70 évesek ezek a fák. Az utóbbi időben sokat rendezték az arborétumot, és kialakítottak egy kis tavat is, így családok, munkaközösségek, iskolások is jönnek ide madár- és fa megfigyelésekre, közös főzésekre is. Valóban iskolások, óvodások rendszeresen jönnek, kifejezetten az év vége felé, tehát a tanév vége felé, amikor ugye már lazul a tanítási fegyelem is, és kifejezetten ilyen kirándulós hetük van a gyerekeknek, mert nagyon aktívak tudnak itt lenni, és bizony hamar elvesznek itt az arborétumban. Valóban sikerült egy kicsit rendbe tennünk az utóbbi években. A levegőminőség javításának fontosságáról,
a lakossági eredetű kisméretű szállópor koncentrációjának csökkentésével kapcsolatban tartottak előadást a Városháza dísztermében a Herman Otto Intézet non-profit Kft. Munkatársai. Dr. Béres András, a Herman Otto Intézet szakmai ügyvezető helyettese elmondta, hogy milyen tényezők befolyásolják a környezeti levegő minőségét, és mi lakosok mit tehetünk a levegő minőségének javításáért. Alapvetően az előadások a levegőminőség javításának fontosságáról szóltak. Arról próbáltunk minél több információt átadni, hogy milyen tényezők befolyásolják a környezeti levegő minőségét, mi lakosok mit tehetünk a levegő minőségének a javításáért, és nyilvánvalóan ezzel összefüggésben a szilárd tüzelés alkalmazása esetén melyek azok a lehetőségek, amelyekkel a légszennyezőanyag kibocsátást csökkenteni tudjuk egyrészt, másrészt, amelyel takarékoskodni tudunk a felhasznált tüzelőanyag mennyiségét tekintve, tehát amelyel a pénztárcánkat is kímélni tudjuk. Ezzel összefüggésben szó esett a szilárd tüzelés alkalmazása esetén, melyek azok a lehetőségek, amelyekkel a légszennyező anyagok kibocsátását csökkenteni tudjuk, és takarékoskodni is tudunk. Nagyon egyszerű a távlati célunk, hogy annak a feladatunknak szeretnénk eleget tenni, amelyet mind a minket felügyelő tárca, földművelősügyi tárca, mind magunk is fontosnak gondolunk, egyfajta tudás megosztást, egyfajta információ átadást a lakosság számára, hogy hogyan tudunk tenni akár a levegőtisztaságvédelem, akár a hulladékgazdálkodás területén a környezetterhelés csökkentéséért, a környezetünk értékeinek állapotának javításáért, megóvásáért. Az előadás először Karcagon került megtartásra, de az ősz folyamán több településre is ellátogatnak majd az intézet képviselői. A szállópor kibocsátás csökkentési programhoz kapcsolódóan több településre is ellátogatunk az ősz folyamán. Az első helyszín itt Karcag, de további 9 helyszínre megyünk el tervezetten. Szombathely, Kaposvár, Veszprém, tehát nagyon sok településre az országban, és természetesen mindenhova megyünk, ahova hívnak minket. Tehát ez az általunk tervezett program. Ha felmerül bármely településnél, hogy részletesebben szeretne foglalkozni ezzel a témával, mi nagyon szívesen segítünk ebben, akár az előadásokkal, akár az ilyen rendezvényeken rendelkezésre bocsátott ingyenes kiadványokkal ebben a témakörben. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!